Azt hogy mondják magyarul? Emma! Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó a milyen hónap volt? Júliusi összegzésem lesz. Bevallom, azt hittem, hogy júliusban többet fogok olvasni, mert mint július így is 7 könyvet elolvastam, csak ebből ennek a több mint a fele képregény volt, de hát nem így alakult. De igazából nem panaszkodok, csak azt hittem, jobban fogok haladni egyes könyvekkel, aztán végül annyira mégse haladtam, de hát igazából mindegy is. De akkor nézzük, hogy mi ez a kis kupac, ami nálam van. Kezdem azzal, amit nem tudok nyilván mutatni, mert általában szokott ilyen lenni. Igazából erről már beszéltem valamennyit az Alice Oswald-es videómban, amit nem elég tettem ki a csatornára, mert hogy júliusban befejeztem az utolsó Alice Oswald regényt, amit még nem olvastam el, ez pedig az I Was Born For This volt. Ennek a történet igazából az, hogy követünk egy lányt, illetve egy fiút. A lány egy fiúbandának a nagy rajongója, a fiú meg a fiúbanda tagja. És hát Alice Oswald regényei azok általában ilyen coming of age, vagy regényei azok mindig ilyen középiskola, egyetem első éve között. Valahogy így középiskola vége egyetem előtt játszódnak általában. És az I Was Born For This is azt hiszem pont ilyen 18 évesek benne a szereplők. Nem azt hiszem, 18 évesek benne a szereplők. És hát végül is arról szól, hogy Angel így szép lassan rájön, hogy a világ nem egy banda körül forog, Jimmy pedig rájön, hogy mit is akar az életben talán, ha ezt így lehet mondhatni, vagy hogy hogyan akarja ezt az egész dolgot, vagy hogy tud ezzel az egésszel megbirkózni. Jó volt, nagyon sokáig azt hittem, hogy talán ez lesz a kedvenc Alice Oswald regényem, de aztán végül is volt benne egy-két dolog, ami kicsit így kismértékben jó lett volna, csak aztán kicsit így nem értettem, hogy ez így miért nem oldódott mondjuk még meg, vagy miért okoz még mindig problémát. Mindegy, amúgy teljesen jó volt, úgyhogy most már minden Alice Oswald regényt olvastam, meg a Heartstopper-öket is, úgyhogy most már mindent, ami Alice Oswald olvastam. Na nézzük akkor a másik kupacomat, ami itt van, amit tudok mutatni. Első könyv, amit befejeztem júliusban, bár ezt még júniusban kezdtem el, az Moskát Anitától volt, a Hazugság tézisei. Ez egy recenziós példányom, úgyhogy ezt ezúton is nagyon szépen köszönöm a kiadónak. Moskát Anita engem már megvett az Írhelyesbőrnél, szóval ezek után nem volt meglepő, hogy én szerettem volna ezt a könyvet is elolvasni. Ráadásul ezek novellák, és pont előtte hónapban voltak. Volt egy novellás hónapunk a BookTube könyvklubbal. Utána hónapban meg repet a hónapot nyomtunk. Úgyhogy ide belinkelem a kibeszélőt is róla, bár én abban nem vettem részt, de meg tudjátok nézni. Szóval ez egy novellás kötet volt. Úgy tűnik most kezdek rá fonyolodni a novellákra. De eleve Moskát Anita nagyon-nagyon jó és ütős novellákat ír. Tehát általában a novellái vége mindig olyan, hogy így puff, pofon. És zseniális volt ez a kötet is. Ráadásul igazából úgy van, hogy van benne nem tudom hány novella. Ebből az egyik novella olyan, hogy így te választod meg, hogy mi történjen, tehát föl vannak, van egy-két lehetőség, és akkor megmondja, hogy hova lapoz, hogy folytasd a sztorit, illetve a végében van egy ilyen 200 oldalas kis regény is. Na most, ami nekem ebből a legjobban tetszett, az egyébként a Mesterhazugság című volt, az volt a legeleje, az ütött. Eléggé. Ami nagyon megragad bennem, az a Hattyú című volt, ami arról szól, hogy akik így a Balaton környékén élnek és dolgoznak, azoknak így hogy kell fizetniük azért, hogy a Balaton az ilyen virágzott turisztikai központ legyen, és úristen, az a novella. És amúgy az egy ilyen nagyon-nagyon rövid novella, de akkor átütött, majdnem legurultam az ágyamról is szerintem. Aztán a Fekete Monitor volt az, amiben így lehetett válogatni, hogy merre akar haladni az ember, és ez a kiégésről szólt. És hogyha a világ az is milyen volt, és ugye így lehetett válogatni, hogy merre megy az ember végül is, nem fogom el spoilerezni, de én végig mentem úgy a sztorin, hogy mindegyik lehetőséget végignéztem, hogy mindegyik kombinációt próbáltam megnézni, hogy megtaláljam a jó végkifejlettet. De ezt rábízom mindenkire, hogy megtalálja magának. És a szerződési szabadság, ami a kisregény, az is nagyon-nagyon jó volt. Tök érdekes volt az a koncepciója, hogy szerződésekkel lehet manipulálni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen tök normális világ, annyi különbséggel, hogy vannak emberek, azok a szerződéskötők, akik szerződésekkel így úgymond mondhatjuk azt, hogy varázsolni tudnak, mert nem tudom, tudnak arra egy szerződést írni mondjuk, hogy
ne essen az eső. Ha mondjuk én azt mondom, hogy írok egy szerződést, hogy itt nálunk most ne essen az eső, bár én inkább esőt szeretnék csinálni, mindegy, akkor valahol máshol meg fog. Vagy hogyha azt akarja valaki írni egy szerződést arra, hogy gyorsabban nőjön a haja, akkor valakinek meg ki fog hullani a haja. És ez nyilván ilyen kölcsönös, beleegyezéses dolog. Fantasztikus az egész koncepció. És egyébként annyira örültem, hogy végre, mert a szerződési szabadságban van egy karakter, akit Matildának hívnak. Csak TH-val. És végre egy Matilda nevezetű karakter, aki nem egy nagymama volt, vagy nagynéni, aki csak így meg volt említve, vagy a csúnya konyhás néni, mert úgy emlékszem, hogy az elfek örökségével a csúnya konyhás nénit hívták Matildának. Hanem végre egy jó Matilda nevezetű karakter volt. Mert mint nézőpont kérdése, de őt bírtam. Szóval zseniális, olvasatok most Kát Anitát. Képregény szekció, még mindig az Esztitől kölcsöt kapott kupacom, de most már kivégeztem az összeset. Egyelőre első legyen a sorban a Giant Days. Ezt nagyon élveztem, ez egy egyetemista sztori, három csajt követ, akik így egyetemre kerülnek, összebarátkoztak, és hogy milyen élményeik vannak egyetemen. Ez most nagyon közel állt az én kis lelkemhez is, bár már ugye én most pont végeztem, és nem most kezdtem az egyetemet, de egyébként nagyon élveztem, úgyhogy ezt le is mentettem scripten, és majd fogom folytatni. Igazából nincs valami nagy volumenű sztori benne, csak így élveztem a kis fejezeteket, az ilyen egyetemi életképeket benne. Következő, a Middle West. Ezzel a képregénnyel még nem tudom hányadán állok, mert a vége nagyon szenyó volt, jó nagy cliffhangerrel ért véget, szóval úgy vagyok vele, hogy olvasnám tovább, de még kicsit szoknom kellene a sztorit, meg egész érdekes stílusban van amúgy rajzolva. Szóval nem rossz, és valószínűleg fogom ezt is tovább olvasni, amúgy van benne egy nagyon cuki róka, de még nem tudom teljesen eldönteni, hogy hányadán állok itt a róka benne, csak mutatom. Hát a Middle Westnek annak így a története az, hogy a főszereplőnket bántalmazza az apja, és átalakul egy ilyen, nem tudom, tornádóvá, és utána menekül az apja elől. De az apja ezt a tornádó dolgot valahogy bele is átrakta, és hogy valahogy meg kéne oldani, hogy ne legyen, mert hogyha dühös lesz, akkor ilyen mérges tornádó lesz belőle, vagy ilyesmi. Szóval amúgy érdekes a koncepciója, úgyhogy azt hiszem ez is fönn van a scriptben, vagy igen, azt hiszem fönn van, úgyhogy majd ebbe is belenézek a folytatásba. Bár még mindig a Lumberjanes-t kéne befejeznem, azóta se olvastam, januárban olvastam utoljára belőle. És az utolsó a sorban az a The Woods, szép lila. Ennek meg az a története, hogy egyszer csak egy egész iskola, az épület, a diákok, a tanárok, mindenki átkerül másik bolygóra, a világegyetem másik felén, és itt mindenféle veszélyes lények vannak. Igazából ez még csak az indulása volt az egésznek, szóval még arról szólt, hogy hogyan próbálják kezelni a helyzetet, illetve milyen csoportok alakulnak ki, így az iskolában meg van egy csapat, aki elhagyja az iskolát és megpróbálja úgy a szerencséjét. Szóval nagyon érdekes. Úgyhogy ez fönn van szintén scriptben, úgyhogy ezt is tutira folytatni szeretném majd. Azután itt van Klein Hans Csillától az Ólomerdő, ami szintén BookTube könyvklub közös könyv volt júliusban, mert a Moskát Anita kötet az még júniusban volt, csak én később olvastam. Szóval, hát az Ólomerdő az már ilyen hírhet szerintem, mert vannak, akik eléggé nyomatják, Andi rád nézek. Szerintem nagyon sokan nagyon régóta emiatt szerettük volna elolvasni, és a könyv hétre jött belőle ugye az utánnyomás végre, és meg lehetett venni, és tök jó floppy. És ugye ez alapvetően az ilyen magyar népmese mondák alapjaira épül, ugye van a mi világunk benne, illetve van azzal így párhuzamosan a tündérek világa, amiben így megtalálhatóak az ilyen klasszikus tündérmes elemek. Erre szintén van egy kibeszélő, amit ide be fogok linkelni. Nem, ide fogom belinkelni, igen, ide fogom belinkelni. Tetszett maga az Ólomerdő, 4,5 csillagot adtam egyébként rá végül. Volt egy-két dolog, ami még így furi volt nekem, de egyébként a kibeszélőben is említünk dolgokat, meg hogy mit várunk, vagy mire számítunk a következő kötetektől. Mindenképp szeretném folytatni, úgyhogy most elég erőteljesen gondolkozok egy gabós rendelésem, mert a Lore Olympus is jön az új kötet, meg a Paper Girls új kötete is, és hogy hozzá lehetne csapni még a
az üveghegyet, meg az ezüstkezet. Nem kéne egyébként könyvet rendelnem, de gyenge vagyok. Szóval jó volt, nagyon érdekes volt az egész koncepció, annyira én nem ismertem fel olyan sok tündérmese elemet, de ez valószínűleg az én hiányosságomat mutatja csak. De engem az zavart be kicsit, hogy Emese a főszereplőnk, ő valamilyen 13 éves a könyvben. És valahogy nekem ez az én fejemben ez nem állt össze, és én végig 16 évesnek gondoltam. Csak aztán néha emlékeztetnek rá, hogy nem 16 éves, és akkor így mondom, hogy mi? Nem tudom, valahogy nekem egy ilyen 16 éves lány élt a fejemben végigolvasás közben, amikor 13 éves, és azért ott van különbség. Meglátom folytatásban, hogy hogyan alakulnak tovább a dolgok. Minden esetre ez abszolút megértem, hogy miért volt ennyire nyomatva az Ólomerdő, vagy miért van továbbra is ennyire nyomatva. Tervezem folytatni, ha elgyengülök és könyvvásárlásra adom a fejem. Na és hát az utolsó könyv, amit befejeztem júliusban, az a Fangirl manga első része volt. Ugye ezt megvettem a könyvhéten, és mindig mondom, hogy nekem mennyire nagy kedvenc könyvem a Fangirl regény, aminek ugye ez a manga adaptációja. És olyan jó volt ebbe a sztoriba visszatérni. Mutatom, amúgy ugye így néz ki, mint hogy manga. Ez volt életem első mangája, de amúgy baromira tetszett a stílusa az egésznek. Ja, és azt ki is rögtem Instagramra, hogy hol van a tesója. Igen, a tesójának nagyon-nagyon menő pixikátja van, és egy pillanatra elgyengültem, hogy mindjárt levágatom a hajamat én is vissza ilyenre. De még tartom magam. Még tartom magam. Úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Ha jól láttam, akkor ennek 4 része lesz, és angolul talán már ki van a második, de elvileg majd jön magyarul is a második, úgyhogy ezt majd szépen be fogom szerezni, mert annyira jó nekem, ez annyira komfort ez a történet, úgyhogy ezt is nagyon tudom ajánlani, de olvassátok el a rendes regényt. Én ezeket a könyveket olvastam júliusban. Kommentben írjátok meg, hogy ti milyen könyveket olvastatok ki a hónapban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!